Start! Start elindult az 1800 méteres verseny, hibával kezdett a Jones, mellette viszont nagyon jól indult Zsóka, és Zsókánál is gyorsabban pedig Zermila Frény az egyik esélyes, és ott van a közvetlen élmezényben Zero Spiel is, tehát a vezető hármas ott a frontban egymás mögött, és nézem, hogy hogyan indult a játékosok nagy kedvence Zolta a második sorból. Jól, egészen jól indult, hiszen most már a vezető lovak mögött ott van a negyedik, ötödik pozícióban, és egyedüliként, vagy elsőként ő vállal föl második pozíciót Zolta Velko Mezsittyal. A lovak most már jönnek az első egyenesbe, és a nagy favorit mögött Vegas Turbuccal szintén második spurt fölvállalva próbál zárkózni, egészen jól összetömörödik most már a mezőny, hiszen meglehetősen sokat lassított a kezdő tempóján Zelmira Flink és Hajna Tibor. Egy kör van még hátra, Zelmira Flink előnye nagyjából egy hosszas, az egészen jól együtt haladó mezőnnyel szemben, csak a galopozó Zeta Jones van kiszakadva. A vezető Zelmira Flinket nagyjából másfél osztra követi Zsóka, valamint a nagy favorit, az először futó Zolta, kettős azóta nagyon-nagyon jó versenyel kezdi, úgy fest a pályafutását, az ő nyomában pedig Vegas zárkozik ígéretesen, bent a falon ott van Zero Spiel mögött pedig Winner Boy, és egy másik újon Zent is kimondottan jól tartja magát a középmezőnyben. Nagy meglepetés a kanyarban, mert elugorja magát a favorit Zolta. Elugorja magát Zolta, kiesik a versenyből a játékosok kedvenc, úgyhogy Zelmira Flinknek hirtelenjében van 2-3 osz előnye a többiekkel szemben. Most megérkezik Vegas mellé, bent a falon még mindig ott van Zsóka, Zsóka mögött Zero Spiel, azt a Winner Boy és Zenta a lovak további sorrendje, Zara Mia is viszonylag jól tartja magát a középmezőnyben, amikor most már az utolsó 600 méterhez közelít a mezőny, Zara Nobel, BD és Zárautűz vannak még látótávolságon belül. A kanyarhoz közeledve szép lassan Zelmira Flink mögé zárkóznak a többiek, de Hajna Tiborova egyelőre még vezet. Mögötte kívül Vegas, bent a falon pedig Zsóka, aztán jön kívülről Zero Spiel. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk, a vezető négyes nagyon szépen együtt üget, közülük is Zelmira Flink a startóta vezet, mellette Vegas, Zelmira Flink, Vegas, mögötte a harmadik pozícióban Zsóka, picit szélárnyékban, és Zero Spiel is jól tartja magát a negyedik helyen, talán az ötödik helyért lesz majd még nagy csata, hiszen a középmezőnyből még elég sokan jól együtt vannak. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, és Zelmira Flink továbbra is magabiztosan vezet, Zelmira Flinknek van második két hosszas előnye, de Zsóka megtámadja, és Zsóka az utolsó 100 méteren gyorsabb lehet nála, és Zsóka el fog mellette menni, Zsóka megnyeri a versenyt, Zsóka kihasználja a rutinját és a legutóbbi jó időteljesítménye után, itt az egyik esélyes volt, most pedig tud győzni, Zsóka Csordás Emillel megnyeri a versenyt.